Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizó is, május 20-án. A mai napon lesz egy meglepetés. Sokaknál ez egy változást jelent. Ami még fontos a mai napon, hogy érezzük a belső erőnket, mert most fontos döntéseket fogunk hozni, vagy döntések előtt állunk. A mai napnak van egy gyógyító hatása. Tehát aki beteg, ott gyógyulásra, javulásra lesz sor, vagy van valami az életetekben, ami titeket betegít. Mert ezek rossz hatások, és itt ebben a helyzetben lesz javulás, rendeződnek, tisztázódnak a dolgok. Ami fontos, hogy megőrizzétek a belső nyugalmatokat, itt van ez a belső erő, és az, ami most történik, azt vegyétek át egy könnyűséggel, vagy nézzetek át a dolgokon, tegyétek magatokat túl ezeken a nehézségeken. A mai napon valamit tervezünk, de nem kell, hogy lépéseket tegyünk, hanem inkább lassan alakuljanak a dolgok. Kicsi lépésekkel is elérjük a céljainkat. Nem kell, hogy rohanjunk. A mai napon a férfiak érzik az érzelmeket, és nyitottak arra, hogy erről beszéljenek, vagy ezt kimutassák. És ez hat a mai napon. És ez volt a Mizó is. Felvételem május 20-ára. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!